Egyre elterjedtebb a drogfogyasztás a fiatal generáció körében. A jelenség veszélyeire a legutóbbi tengerparti halálos baleset irányította rá a figyelmet. A kormány azt tervezi, tesztelni fogja az iskolákban a tanulókat, ha gyanús tüneteket észlelnek rajtuk a pedagógusok. A drogfogyasztás hátterében húzódó okokra is próbálnak fényderíteni. Több politikus is aggasztónak találja a romániai drogfogyasztás elharapózását a fiatalok körében. Katalin Prédoljú belügyminiszter hétfőn bejelentette, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az iskolákban a tanulókon az egészségügyi személyzet drogtesztet végezzen. Hozzátette azonban, a tesztelése csak a szülők beleegyezésével kerülhet sor. Márcsél Csolákú kormányfő szerint Katalin Prédoljú intézkedései előrelépést jelentenének a kábítószerfogyasztás elleni küzdelemben, de nem elegendőek. A kormányfő elvárja a rendőrségtől, hogy sokkal hatékonyabban lépjen fel a drogdílerek ellen. Klaus Johannis államfő is egyetért Csolákú kijelentésével, szerinte sem lehet tétlenül szemlélni a jelenséget. Barta Éva klinikai pszichológus szerint az elmúlt 1-2 évben valóban nagyon nagy mértékben nőtt a drogfogyasztók száma, a kormány prevenciós intézkedéseit jó ötletnek tartja, ám probléma, hogy az országban nem létezik kiskorúak számára olyan intézmény, ahol kezelni tudnák ezeket a fiatalokat. A szakember a prevenciót emelte ki létfontosságúnak. Azt gondolom, hogy a prevenció lenne tulajdonképpen az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, amit el kellene professzionális módon kezdeni, ami azt jelenti, hogy egyfelől időben, tehát megfelelő időben minél korábban informálni a diákokat, a szülőket, a pedagógusokat arról, hogy mit jelent a drogfogyasztás, mit jelentenek a drogfogyasztásnak a következményei. Hozzátette, a prevencióban az informálás a minimális lépés, ugyanis összefogás és tettek nélkül az elmélet nem elegendő. Szükség lenne arra, hogy a szülők és pedagógusok nyíltan beszéljenek a diákokkal, ugyanakkor szakemberek véleményét is ki kellene kérdezni, hogy mi lenne a legeredményesebb intézkedés a drogfogyasztás megelőzésére.